Sziasztok fiúk, lányok! A mai videó nagy kérdése, hogy milyen is lesz első látásra a Stone Tales, ami egy platformjáték, amit a kőkorszaki barlangrajzok inspiráltak, legalábbis ami a vizualitását illeti. Ez 2015 decemberében jelent meg, és... hát most megnézzük, na mi ez a Help? Two brothers, Uga and Buga of the Ukulele tribe want to be great warriors, the shaman of the tribe training them. The two brothers begin an adventure that will make you go through all kinds of situations and adventure. Tehát Uga-Buga testvérpárost kell követnünk, Uga a kistesó, na, és itt az irányítás, jobb és bal nyilakkal, space-szel ugrunk, és a C-vel támadunk, valamint, mi van itt még, press C, aha, hogyha nyomva tartjuk, akkor messzebbre dobjuk a nyilat, Buga pedig, ugyanúgy mozgunk jobbra-balra, kétszer tudunk ugrani, és védekezünk. Na, csak nem, ez ilyen Lost Viking-szerű dolog lesz, tehát hogy egyszerre több karakter között váltogathatunk, és a V-vel védekezünk. Jó, tehát V meg C. Tök egyértelmű. Na, és itt is... aha. Jó, V, 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 want to approach your brothers, press. V, aha. Na jó, akkor a többit szerintem kiderítjük magunknak. Ki tudok innen menni? Ja, itt az X. Picit úgy el vannak rejtve itt a dolgok. Ja, itt is az X, nehogy meglássuk a kilépés gombot. Na, hát akkor kezdjük. Aha, jó, hát még nincs semmilyen játékunk. Angolul szeretnénk, és... Level Select. 6 pálya van, és bármelyiket kiválaszthatjuk. Ja nem, csak az elsőt engedi most, mert még nem csináltunk meg egyet se. Ó! Milyen kis egyszerű. Ja, akkor... ja, A, D-vel, Jump, V. Hopp, ez nem jött össze. Ja, hát végül is, ja, azt kell csinálnom, amit ide írnak. V. Dupla ugrás, itt egy malacpecsenye. Jó, hát igazándiból tényleg ilyen barlangrajz-szerű a dolog. Nem mondanám, hogy olyan különösebben megihletett művészileg. Ja, hit. D. Throw hit. Mi ez? Ja, charge hit, throw hit. Jó, igazániból ez itt nem tudom micsoda. Most itt ledöntjük a fát. Ja, ledöntjük. Konkrétan haladunk tovább. Mindenhol jurta, sátrak, kikészített bőrprém, fellógatott egerek, super jump. Na, erre kíváncsi leszek. Ó, hát mit tud ez az ősember? Ilyen magasra ugrani, és itt a sámán. Uga. Brother of Uga, be agile and fast like gazelle. Tehát olyan gyors és agilis, mint egy gazella. Halálos, mint a kígyó, és egy nagy harcos akar lenni. Jó, és akkor itt a kistesó, akivel pedig így ugyanúgy... mi? Ezzel meg miért space-el kell? Jó, és akkor itt a másik egérgombot használjuk, és akkor így ugyanez az irányítás. Itt a szuperugrás, és ezzel támadunk. Hó, és egy ökröt is lelándzsázhatunk. Ez sebez minket? Ja, sebez az ökör, csak éppen csak HP-nk nincsen. Jó, hát megyünk vissza, akkor itt a malac mellé mindjárt egy ökörpecsenye is rendel. Ja, és hogyha nyomva tartjuk az egeret, akkor jó, azért one-shotoltuk ezt a bivajt, vagy ökröt, vagy bármi legyen is. Jó, itt vannak a szuperugrások. És akkor megértünk a sámánhoz. Most pedig együtt, mi van? Ó, jól van, akkor már értem itt a dolgot, de V-space.
Ja, jó, jó. Mi? Azt a nem jóját. Most ez komoly, és akkor van csak... Ja, így egyszerre mozognak, viszont külön kell őket irányítanunk. Ja, mert ha az egyik leesik, akkor buktuk. Igen, atya úristen, na most komolyan ezt így egyszerre kell nyomni. Hát ez egy kicsit így... Tehát ez valamilyen szinten szerintem hasonlítani akarsz a Brothers-re, hogy így egy ilyen érdekes irányítási mechanika, és ilyen egyjátékos, kétjátékos mód, értitek? Tehát, hogy így egyjátékos két karaktert irányít szimultán. De... Ja, és akkor ezzel védekezünk, a másikkal meg támadunk. Jó, hát megnézzük, hogy a bölény az mit tud ellenünk, bár itt volt a bölény a múltkor. Jaj! Jézusom, most ezek itt tényleg külön váltak? De ne! Maradj ott! Úristen, itt én már meg vagyok zavarodva egy irányításba. Hát ezt szokni kell, ezt erősen szokni kell. Itt meg egy fészek. Fészekhaj, de... Te kis gyerek, te gyere oda, vissza mögé. Atya úristen, ez káosz. Ne! Ezt most ugye nem mondod komolyan. Tehát így konkrétan a két karakter elcsúszott egymástól. Jó, és innentől kezdve, ja, csak így tudom őket beérni. Jézus. De ezt miért? Hát ez így nagyon vicces lesz. Jó, mondjuk csak 6 pálya van, tehát nem hosszú, de... A nagy kérdés most már az, hogy akarok én ezzel szenvedni? Na mindegy, még azért próbálkozom, hát ha itt több is van, mint ami így elsőre látszik. More distance, keep. Aha, jó, hát akkor ledárdázom azt a marhát, oké? Okay. Jó, ezt valahogy megoldottuk. Egyszerre, tesók. Tehát ez egy ilyen Brothers 0.2-es verzió. Hunt rabbits. Jó. Nyuszikat vadászunk. De most mi most átmentünk ilyen open world RPG-szerűségbe? Vagy így hogy? Jó. Nagy tesóval kidöntjük a fát, úgyis olyan nagy mam lesz. Fákat döntögetünk. Jó, nem kellett még pajzsot sem használni a marha ellen. Ja, hát ez valami Brothers-szerűség akar lenni, de a Brothers az jobb. Oké, okay, ezt meg lenyilasztuk. Hú, mekkora kóp. Jó, mondjuk mentségére legyen szólva, hogy nem egy drága játék, tehát azt hiszem 5 vagy 6 euró. De, tehát igazándiból én inkább már a Brothers-t választanám, hogyha így lehetne. Mert, tehát ez az irányítás azért tényleg nagyon, hát ezt szokni kell nagyon erősen. Milyen lenne ez kontrollerre, Jézusom? Na nyulambulam. Ne menjünk külön. Jó, már 4 nyulat így legyaktunk, nagyon jók. Királyok vagyunk. Oké, és repülünk. Juhú! Jó, hát végül is így még pont lehet irányítani viszonylag normálisan, csak hát úgy, hogy közben nyomjuk a billentyűzetet, és... Na, ennek úgy elég furcsa hit detection-je volt ennek a baromnak. Tehát konkrétan átdobtam felette a dárdákat, de azért megdöglött. Hát nem baj, végül is... Nekem így is jó. Na jó, nézzük meg ezt így. Ez az.
Mi ez? Escape from the forest. Hunting be dangerous. Smell of our prey bring more predators. Must return to village. Tehát, hogy a legyakott lényeknek a szaga sok ragadozót ide vonzott, és most egy ilyen vérszomjas veszett rókától kell megóvnunk magunkat. Ja, hogyha így nekifutásból dobja, akkor sokkal messzebb megy. Oké, hát akkor most itt a gyilkos rógákkal vesszük fel a harcot. Na gyerünk, nagy tesó, védj meg. Jó, hát nem volt egy kihívás. Vuk rajongóknak figyelmébe ajánlom a játékot. Kis Vukot szépen lenyilazzuk. De hát, ha úgy vesszük, akkor lehet, hogy ez egy ilyen Survivor játék is lehetne. Igen. Ó, ez beletarad a lándzsába. Hát nem túl értelmesek itt a jószágok, ami azt illeti. Sok veszett róka. Most jól látom, hogy ugyanazok a... Nem, azért egy picit változott a pályaelem. Hát tényleg annyi, hogy ez mintha... Ó, oké, és így a kis hülye gyerek az így előre ment. És beleszaladt a rókába. Tehát ilyen barlangrajz feeling. Nem vitték túlzásba se. De gondolom, ez tényleg nagyon budget játék. Jó, hát kis állatok reszkessenek. Prehisztorikus mesejátéktól. Na, és következő pálya. Szerintem még ezt ebbe a videóba még ki is játszhatnám, esküszöm. Na jó van, fiúk, lányok, igazániból szerintem ez alapján már mindenki látja, hogy itt mit kínál a játék. Nem szeretném végigjátszani tényleg egy 30 perces videó keretén belül. Ha valakit érdekel, a Steam linkje ott van a leírásban, de én szerintem ebből bőven elég ennyi is. Igazániból ennél egy picivel talán többet is adhatnának. Ötletes tényleg a művészeti irányzat, de tehát még szerintem az is nagyon minimumra lett véve. Hát kőkorszaki mesék. Talán a kőkorszakban még jobb játékot is csinálnának. Na jó, nem gonoszkodom, de tényleg ez nagyon budget. Mindenesetre kösz, hogyha idáig megnéztétek, és hát részvétem az állatvédőknek és a kis állatoknak. Sziasztok! Erre mi van? Halál. Oké. Na te barom.